Az idei nyári szociális gyermekétkeztetés volt a témája annak a sajtótájékoztatónak, melyet Kis Attila polgármester, Koláné Markó Judit jegyző, Szász Andrea osztályvezető és Töviskes Mária Magdolna intézményvezető tartottak a Városházán június 23-án. A programra az önkormányzat sikeresen pályázott, és mintegy 11,5 millió forintot nyert. Az ingyenes, napi, egyszeri meleg ételt, az általános iskolás rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek vehetik igénybe. Az étkezés 43 munkanapon keresztül, június 21-től augusztus 19-ig lesz biztosítva a város 6 helyszínén 610 gyerek számára. Az elvünk, hogy minden olyan fejlesztés vagy program, amely pozitív lehet, illetve hát forrást, pénzt hoz a városba, azon én azt gondolom, nekünk kötelességünk részt venni. Az előző években is nagy sikerrel ment Hajdú a nyári diákétkeztetés, vagy gyermekétkeztetés, és ebben az évben is pályáztunk, és nagy örömmel olvastuk az értesítést, amikor megkaptuk a minisztériumtól, hogy 11,5 millió forinttal támogatja a kormány a Hajdú nyári gyermekétkeztetés, ez azt jelenti, hogy több mint 40 napon keresztül, augusztus 19-ig a városból 610 gyermeket fogunk tudni teljesen ingyenesen étkezéssel ellátni és emellett még a Szociális Szolgáltatási Központ szakemberei egy másik sikeres pályázatuknak köszönhetően programot is tudnak a helyszíneken biztosítani. Én számomra ez különösen fontos, hiszen néhányan talán tudják, én a fűdőketben dolgoztam igen hosszú ideig, és a nyári napközit ott szerveztük abban az időben, az még más volt egy picit, mint ez a mostani rendszer, és tudom, hogy a gyermekeket, hogyha meg tudjuk szólítani megfelelő programmal, Nyilván megfelelő szakképzett pedagógusokkal, szakemberekkel, edzőkkel, tehát akik kellenek egy ilyen programhoz. A gyermekeknek az, az hatalmas élmény, maradandó élmény. A egyik-másik nyári napközi a 90-es években úgy fejeződött be, hogy a gyerekek követelték, hogy ők szeretnének kinnaludni a fürdőketben. Annyira jól érezték magukat a szülőkkel, megbeszéltük, és volt, aki maradt, volt, aki nem maradt. Nyilván én azt gondolom, hogy ezeket az élményeket meg kell adni minden gyermeknek, és hogyha ezt még a kormány támogatja is, akkor kötelességünk pályázatot írni és hát örömmel jelentem, hogy nyertes volt a pályázat, és indulhat ez a program az idén is. Nyilvánvalóan, hogy mondtam, a mostani mai időknek megfelelően 2015-ben elsősorban a szociális alapon több mint 600 gyermeket, ezzel nagyjából 600 családot tudunk támogatni az idén.